Gyászba borult a Békés vármegyei Vésztő település és a magyar lovas társadalom, miután tragikus hirtelenséggel elhunyt a település egyik köztiszteletben álló és neves tagja, R. Bálint lótenyésztő. A férfi közel 25 éve kezdett el lótenyésztéssel foglalkozni, ez idő alatt pedig nem csak tenyésztőként, hanem hajtóként is tevékenykedett, emellett pedig ő az alapítója a vésztői Nónius tenyészetnek is. Munkásságát az egész országban elismerték, a helyieket is megdöbbentette a halálhíre. Közismert ember volt itt Vésztőn, ugye a lótenyésztés volt a szenvedélye, a hobbija. Hát egy köztiszteletben álló ember volt, jó szándékú volt, népszerű volt, nagyon családja is nagyon-nagyon közismert, két szép lánya van, unokái, tehát egy végtelenül fantasztikusan aranyos család. És hát nagyon sajnáljuk és nagyon megdöbbentünk ezen az eseményen. Hát én is csak amit hallomásból, tehát motorbalesetben veszített el az életét vasárnap, és tehát ez az életnek az iróniája, hogy bejárt a kamionnal egész Európát, és végül itt a szomszédországba halt meg. Egy férfi azt mondta, felfoghatatlan, hogy már nincs közöttük a motorbalesetben elhunyt vésztői lótenyésztő. Rendes embernek ismert, abszolút, mindig dolgozott, mindig az útat járt, egy idősek voltunk, én is 62 éves vagyok. Apját is ismertem a TSZ-ben, anyagbeszerző volt, oktató volt, taxizott itt a papa, kifogástalan, sajnálom. A balesetben elhunyt férfit nem csak a család, a több tucatnyi barát és ismerős, de az egész lovas nemzet gyászolja, több százan búcsúztatják fájó szívvel.